a lányok, akik a férfi osztályon vásároltak eddig. És én vagyok az, aki az anyukája lehetne. És itt találkoztunk az Élve Élők táborában, amint ugye Ildi már említette, 2019. január 4-5-6. Annak ellenére, hogy az édesanyja lehetnék, valójában most jutottam el arra a szintre, hogy elgondolkodjak, hogy valójában mit is szeretnék én az életemben. Azzal a programnak azzal a részével, hogy az életfát csináljuk meg. Hú, az jó volt. Ez az életfa, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ezt mindenkinek javaslom, kortól függetlenül. Ugyanis ebben benne van, hogy mit akarsz a magánéletedben. Milyen az embertársi kapcsolatod, milyen a szüleiddel való kapcsolatod, milyen a tanulmányokat szeretnél még elvégezni, teljesen kortól függetlenül. Ugyanis 60-70 évesen is lehet egyetemre iratkozni. És eljössz, hogy ez 5 éves program, és utána ötleted nincs, hogy mi lesz, miután lelépted. Tehát gyakorlatilag azzal, hogy te megcsináld az életfát magadnak, azzal elgondolkozol a saját életedről. És nem a másiknak az életét éled, nem a másiknak az elvárásai szerint élsz, nem ahogyan a szüleid elvárják tőled, nyilván kaptál egy neveltetést, de az nem azt jelenti, hogy a szüleid akaratát, vagy a szüleid elképzelését kell, hogy éld. Hanem itt megtanulhatod azt, hogy elgondolkozol, hogy valójában mit szeretnél az életedben, erről csinálsz egy programot, jól átgondolva, de lazán, de te görcsös, csinálod. De te csinálod, más. Így van, így van. Mindenféle görcsölés nélkül. Adj magadnak időt, és azzal, ha adsz magadnak időt, akkor már tettél magadért. Tehát ez a tábor valójában arra tanít meg mindenkit, hogy te tegyél magadért, hogy te vedd az életedbe a kezedet, vagy a kezedbe az életedet, és hogy tanulj meg élni, tehát nem elszenvedni az életet, mert az élet az egy nagyon szép dolog. Az élet nem szenvedés, nem nyomorúság, nem kilóckodás és szenvedés, hanem az életet itt megtanulod élni. Megtanulod élvezni a napsütést, megtanulod élvezni, észrevetni egyáltalán, hogy süt a nap. Észrevenni ezt a gyönyörű tájat, észrevenni a madarak csicsergését azért, mert magadba elkezdesz magadba gondolkodni, és a gondolataid azok a tiéd. Nem az, akinek eddig meg akartál felelni, vagy meg is feleltél, hanem a tiéd. És mindenkinek javaslom. Puszi.